A szakemberhiány országos jelenség a munkaerőpiac szinte minden területén, ezért az utóbbi időben egyre nagyobb szerepet kaptak a szakirányú képzések. A Szabolcs-Szentmár-Bereng megyei kórházak és egyetemi oktatókórház 2012-ben szerzett akkreditációt saját képzési programok indítására. Ekkor tervszerű, hosszú távú humán erőforrás fejlesztési programba kezdtek. Az elmúlt esztendőben összesen mondtam, közel 250 főt képeztünk ki. Ebbe az esztendőbe májustól elindult 6 szakmába, mint egy 57 fővel a képzés. Ezeket a képzéseket és a saját szakembereink végzik a képzést, tehát a saját orvosaink, illetve az ápolók képzésben. Úgyhogy ez mindenkinek jó, hisz az itteni szakembereknek egyfajta megmérettetés ez, egyféle fölkészülés, és hát mindenki jól jár vele, mert a tudás átadás ez egy jó érzés. A jelenlegi képzésen felnőtt intenzív szakápoló, geriátriai és krónikus beteg szakápoló, műtéti szakasszisztens, műtőssegéd gipszmester, sugárterápiás szakasszisztens és fertőtlenítő sterilező szakmában szereznek majd képesítést a dolgozók. Az oktatók a kórház nagy tapasztalattal rendelkező szakorvosai. Ezek a szakmák országosan is hiány szakmának minősülnek, de hosszú távú cél, hogy alapszintű képzésekkel is tudják biztosítani a megfelelő humán erőforrást. Ezeken a területeken már nagyjából a saját képzési igényeinket kielégítettük, úgyhogy a jövőben arra próbálunk meg fókuszálni, hogy általános egészségügyi ápolói, általános asszisztensi kompetenciákat biztosító képzésekben folytassunk meg képzési tevékenységet. Ettől függetlenül lehetnek még kisebb volumenben speciális szakképesítések, de azok már sokkal inkább külső piacra történő megrendelésekre fognak történni, hiszen olyan jó tapasztalatainkat tudtunk összegyűjteni, olyan jó renomét tudtunk szerezni ebben az egészségügyi szakmában, hogy érezzük azt az igényt, hogy más egészségügyi intézmények jelzik felénk, és kérik azt, hogy szervezünk mondjuk anesteziológiai szakasszisztensi vagy műtőti szakasszisztensi képzéseket. Ezzel is segítik majd más kórházak működését. A következő lépés azonban az alapápolói végzettséggel rendelkezők számának a növelése lesz, amely biztosítja majd a betegbiztonságot is.